Néhány héttel ezelőtt került ismét a helyére a szobor talapzata, pénteken pedig felavatták Szent Antal szobrát 60-ban. Az emlékmű erősen megkapott, és a feliratok is alig voltak rajta láthatóak. Egyetlen szó volt rajta kiolvasható, a Buchholz, amely feltehetően az állító családnévre utal. Szent Antal 1195-ben született jómódú portugál családban. Később önkéntes apostoli szegénységet vállalva vándorprédikátornak állt. Szónoki képességei kivételesek voltak. Tömegeket nyert meg, hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. 9. Gergely pápa 10 hónappal halála után szentté avatta. Színyei András elmondta, hogy a hívő emberek Szent Antalt a legnépszerűbb szentként tartják számon. Bármilyen problémával hozzá fohászkodnak. Szomorú volt látni, és itt a játszótér felújítása a kerítésépítés kapcsán, amit a képviselői feladatomból láttam el, hiszen képviselői keretből történtek itt bizonyos bővítések, felújítások. Akkor vettem észre, hogy mennyire elmállott, elporlatt a kő anyaga, és ekkor tettem lépéseket, hogy ezt újítsuk fel, ami általános megelégedésre, örömre szolgált, és ez jelzi az is, hogy sokan megijedtek, hogy hová tűnt a szobor, tehát az emberek ezt a szobrot szemmel tartották, figyelték, és ami örvendetes, hogy mindig volt elé friss virág helyezve, tehát ez az itteni lakosságnak a szívéhez nőtt. Színyei András leszögezte, hogy Szent Antal tanításai a megbocsátást, megbékélést, szeretetet és a jóvátételt hirdették, amely példaként szolgálhat korunkban is. Az emlékművet Koza József prépost áldotta meg.